Nagy szeretettel köszöntöm az LTV nézőit és a Relax Rádió hallgatóit, Guni Zsuzsa vagyok, és egy olyan aktuális témával jöttem most hozzátok, és szeretnék felolvasni Dalai Lámától egy rövid részletet az ő beszédéből, mert a járvány miatt is, én úgy gondolom, és amúgy is a mai kor valahogy nagyon sok feszültséget termelt ki, és ez a feszültség, én úgy látom, hogy nagyon érezhető az embereken. Ugye, ahogy volt az első hullám, és a karantén idején egy picikét hol lenyugodtak, hol még inkább öm, fellángoltak a kedélyek, a nyári ö, pihenés után valahogy most sokkal nehezebben veszik az emberek ezt a következő időszakot, a nehézségeket, a megszorításokat, ez az egyik. A másik pedig, amit én látok, aztán lehet ezzel egyetérteni, vagy nem egyetérteni, hogy nagyon könnyen ítélkezünk, nagyon könnyen, nagyon könnyen mondanak ítéletet emberek egymásra, holott lehet, hogy ők maguk sem különbek a másiknál. És, és én ezt nagyon helytelennek tartom, mert ha egy kicsi kis önismerettel is rendelkezünk, akkor tudjuk, hogy nagyon sok mindenben lehet, hogy minket kell tanítani, és nem a másikat. És az, hogy egy-egy területen esetleg jól tudunk megfelelni, vagy jól tudunk működni, nem hatalmaz fel minket arra, hogy bárki felett is pálcát törjünk, ez az egyik. A másik pedig az, hogy aki már tényleg tudja, hogy mivel rendelkezik, mivel bír, én úgy gondolom, hogy nem akar a másikon csapni egyet, és főleg. Kellő önismeret és társismeret birtokában nem akar a másik fölött ítélkezni. Úgyhogy hoztam egy olyan részletet Dalai Lámától, hogy hogyan is viszonyuljunk egymáshoz. A címe: Az önmagunkkal szembeni hozzáállással kell viszonyulnunk másokhoz. Létezik egy módszer a megvilágosodásra irányuló önzetlen törekvés kifejlesztésére. Ez a módszer abból áll, hogy felcseréljük és egyelővé tesszük önmagunkat másokkal. Önmagunk és mások felcserélése nem azt jelenti, hogy fizikailag másokká változunk, hanem azt, hogy az önmagunkkal szembeni hozzáállással viszonyulunk másokhoz. Első lépésben fel kell ismernünk, hogy milyen előnyökkel jár az önmagunkat másokkal történő felcserélés, és milyen hátrányai vannak annak, ha ezt nem tesszük meg a világegyetemben létező összes jó tulajdonság a mások jó létéről való gondoskodás terméke, és az összes frusztráció, szenvedés és zavarodottság az önző hozzáállás következménye. De lehetséges-e, hogy felcseréljük önmagunkat másokkal? Tapasztalataink azt igazolják, hogy meg tudjuk változtatni azokkal a típusú emberekkel szembeni hozzáállásunkat, akiket előzőleg ellenszenvesnek, borzasztónak találtunk, ugyanis, amikor közelebb kerülünk ezekhez a személyekhez és megértjük őket, meg tudjuk változtatni a hozzáállásunkat. Az önmagunk iránti erős gondolkodástudatot most mások felé kell irányítanunk, így természetes törekvésünké válik, hogy mások jólétért fáradozzunk, ne pedig önmagunkért. E hozzáállás kifejlesztése két fő akadályba ütközik. Az első, önmagunk és mások erős megkülönböztetése. Vagyis, hogy önmagunkat és másokat egymástól teljesen függetlennek és különállónak tekintjük. Valójában az én és a másik fogalma viszonylagos, mint a hegy innenső oldala és a hegy túlsó oldala. Az én nézőpontomból én vagyok az én, és te vagy a másik. De a te nézőpontodból te vagy az én, és én vagyok a másik. Továbbá rendelkezünk a közömbösség természetes érzésével, mert úgy véljük, hogy mások boldogsága, illetve szenvedése nem ránk tartozik, nem fontos számunkra. Annak ellenére, hogy a testünk sok részből tevődik össze: fej, kéz, láb, stb., nagyon becsesnek tartjuk testünket, a testrészek egy gyűjteményét. Ugyanígy meg kell néznünk, hogy mi kapcsol össze minket, embereket. A közös jellemző, amelyel az összes érző lény rendelkezik, hogy mi magunk is, így mi magunk is, a természetes vágy a boldogság elérésére és a szenvedés elkerülésére. Ennyi az idézet Dalai Lámától, és érdemes ezt szerintem többször is meghallgatni, és a sorok között, a mondatok között rengeteg plusz információ van még, ami ami elgondolkodtató, ami mindig egy kicsikét jobb dolgokra inspirálja azokat, akik ezeket hallgatják. Az, hogy én és te, vagy én és mások igazából valójában nincsenek mások. Mindenki egyes, és ezt lehet szajkózni, lehet lexikálisan tudni, de amikor tényleg szívből érezzük, amikor tényleg úgy tekintünk a másikra, hogy akár velem is megtörténhetne az, amilyen helyzetben ő most éppen van, talán több együttérzés, több segítséget vált ki belőlünk. Nagyon könnyű, mint ahogy mondtam, pálcát törni a másik felett, de azzal igazából előbbre nem visszük a másikat. De egy picit elgondolkozni azon, hogy ő most mit él át, mit érez, együtt érezni, és úgy hozzászólni, vagy akár segíteni a másikon, az már biztos, hogy sokkal jobbat eredményez, és sokkal jobban inspirál mindenkit. Terézene szoktam mondani, és én ezzel nagyon mélyen egyetértek, hogy soha senkit ne engedj útjára úgy, hogy ne lenne boldogabb a veled való találkozás után, mint amilyen előtte volt. És ez egy nagyon fontos alapgondolat szerintem a másokkal való kapcsolatban, hogy úgy gondolni egymásra, úgy viszonyulni egymáshoz, hogy mindig tényleg egy picikét adni neki, akár magunkból, akár az időnkből, akár a pénzünkből, akár a figyelmünkből, ez igazából csak odafigyelés kérdése. Ez tényleg, ahogy mondják, a szeretet nem pénz kérdése, és én ezzel nagyon mélyen egyetértek. Mert mindig tudunk valamiből adni. Terézany azt mondta egyébként, hogy soha nem mond azt, hogy nincs, mert mindig van valamit biztos, hogy mindig van. És ez azért is hozom most az ő példáját ide, mert a Dalai Lámának az idézetéhez tökéletesen, vagy mondataihoz tökéletesen kapcsolódik. Hogy mindig van valami, amit megoszthatunk a másikkal. Mindig van valami, amivel inspirálhatjuk a másikat egy kicsikét a, a, helyes útra, vagy a jobb útra terelni, vagy egyszerűen csak megerősíteni, hogy igen, ne add fel és csinál tovább, mert ez egy nagyon fontos dolog, amit te most éppen teszel, vagy amit éppen elkezdtél. Úgyhogy én ezzel is zárnám így a mai gondolatokat. Nagyon szép napokat kívánok nektek. Goni Zsuzsa voltam.